Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jön egy kis Warframe, egy nagy közleményt szeretnék veletek közölni. Szóval hamarosan itt a Fortuna, és ennek tiszteletére a készítők kitaláltak egy hatalmas kampányt, szóval így olvasom az e-mailt, amit kaptam tőlük, és ja, lesz egy kampány konzolosok, ti is figyeljetek, mert ez titeket is érinteni fog, csak egy kicsit csúszva, tehát mivel ti később kapjátok meg a Fortunát, így aztán nektek minden késve fog egy kicsit bejönni, de be fog jönni. Szóval az elkövetkezendőkben megpróbálom lefordítani azt, hogy mi fog történni, és ahogy jönnek egyre több infó morzsa, igyekszem ezt minél gyorsabban átadni, lehető leggyorsabban legalábbis, remélem nem nagyon fogok kihagyni semmit, hát sajnos ez van, a munka közbeszól, élet közbeszól, de remélhetőleg minden infót át fogok tudni adni, mit, hogy, hány és merre, meddig mit kell csinálni. Solaris ugye a nép, aki a Fortuna lesz, és akit mi segíteni fogunk, és akiknek ugye fogunk ott farmolni XP-t, stb., és cserébe jutalmat kapunk, és maga az event is egyelőre úgy néz ki, tehát túl sok infót nem árultak el, de még több info fog jönni, maga az event is e köré fog helyeződni, konkrétan azt írják, hogy you will be helping the Solaris steal resources and foil plans along the way, so expect significant cut of the action by the end of the campaign, szóval segíteni fogjuk a Solaris népét, ugye, hogy nyersanyagot lopjunk el, és számítsatok busás jutalomra, amire véget ér ez a kampány. Szóval ezt itt konkrétan így hangzik lefordítva, és akkor utána írják, hogy Consul Tenno will receive rewards for their efforts when the update launches on console, szóval konzolosok, hogyha az update megjön konzolra, akkor fogjátok megkapni ezeket a bizonyos jutalmakat. Szóval azon a nyersanyagon kívül, amit kapunk még lesz, úgy nézett, lesz egy ilyen Solaris United Sigil, amit fogunk kapni, de ez csak PC-sek. Valamilyen cash-t fogunk kapni, a cash alatt tudjátok, ez a titkos kis doboz féleség, ezt konzol és PC is fogja kapni, és különleges customization, hogy van ez magyarul, fashion frame, szóval valószínűleg fogunk kapni még különböző ilyen ruhadarabokat, még stb., de ez is sajnos csak PC-n egyelőre, a konzol játékosok megkapják a sigilt és ezt a customization-t kódok formájában, amit majd beválthatnak, hogyha elindul konzolon is maga a Fortuna. Nos, ezek a részletek, amiket e-mailbe kaptam, és ugye, mint mondtam, létrehoztak egy Discord szervert ennek az egésznek a tiszteletére. Sajnos nem oszthatom meg veletek ezt a Discord szervert, mert ezt kérték, na mindegy, szóval az a lényeg, hogy sajnos nem oszthatom meg, de viszont megmutathatok mindent, ami ott van ezen a Discord szerveren, és úgyhogy most át fogunk ugorni egy kicsit a Discord szerverre, és beszélgetünk arról, hogy mi van ott, igyekszem lefordítani az üzeneteket, hogy mindent értsetek. Nos, akkor itt vagyunk ugye ezen a Discordon, amit létrehoztak, amit láthatjátok itt oldalt, mindenki itt van, aki számít és fontos című történet, úgyhogy ja, vágjunk is bele, tehát az első üzenetek, amiket kaptunk egy business nevű valakitől, és a legérdekesebbje, ugye, how do you do outworders, ugye így hívnak minket, úgy néz ki a Solarison, tehát a Fortuna népe konkrétan outwordersnek hív minket, ami amúgy tökre jó, ugye Cetuson sokszor killernek hívnak minket, akkor különböző bosszok, különböző nevekkel illetnek minket, már mindenhogy hívnak minket ebben a naprendszerben, szóval. Következő írja, they call me the business, I need your help. A businessnek hívnak, tehát üzletnek hívnak, az üzletnek hívnak, és kell a segítséget. A scaffolding my share of scandal, but Nathaniel and the corpus and the taxman, as they are now around here in Fortuna, are the worst of them. Szóval itt felsorolja az, hogy már régóta küszködik a Nathaniel-val és a corpusszal, vagy az adó emberrel, akárki is legyen ő, tehát gondolom ő szedi az adót, és
ahogyan itt ismerik őket Fortunán, őket, ők a legrosszabbak. There was a time we openly fought back against Taxman until things went south after the incident. We lived in the shadows ever since. Outward as we must rebuild Solaris United. We must once more fight for our freedom. Szóval volt egyszer egy idő, amikor nyíltan harcoltunk ez ellen az adó ember ellen, a Taxman ellen. Addig, ameddig hát rosszra nem fordultak a dolgok az incidens után, tehát nem tudjuk, mi az az incidens. És azóta ugye a hogy is mondjam, árnyékban élünk, és hogy mondjam, külvilágiak, segítsetek nekünk, hogy újraépítsük a Solaris United-et, és még egyszer vissza harcolnunk kell a szabadságunkért, és fogtok rajtunk segíteni, hogy ez az utolsó mondat. És akkor a következő sorban ugye azt írja, hogy some of us still act on behalf of the old Solaris United, what little of remains. A néhányunk még mindig a régi Solaris United-ért harcol, vagyis hát tesz, már amennyi maradt belőlünk, ezt így fordítanám. We have agents tracking corpus shipment on the valley's resources we can steal to help our people to make payments and clear debts. Szóval, egy-két ügynökük nyomon követi a korpusz hajókat Wallisban, akárhol is legyen az, ugye nyersanyagok után, amit el tudunk lopni, és segíteni azt, hogy ugye a Solaris United népa az adósságból kikerüljön, mert ugye hatalmas adósságuk van nekik. És akkor help me recruit members for Solaris United, and I'll add your cut to the bounty to a cash. I've created a hashtag cash channel to track your share. Tell your fellow outworlders they are giving up without a fight. We are Solaris and down here we all go together, and I'll contact you soon. Stay sharp. Szóval segíts nekem, hogy szerezzünk még több tagot a Solaris United-ért, és természetesen fogsz kapni részesedést abból az ellopott cuccból, és ugye készítettem a hashtag cash channelt, amiben át fogunk venni hamarosan, hogy nyomon kövessük azt, hogy milyen jutalmakat kaptok, és mondd meg a társaidnak, ugye a külvilági társaidnak, hogy nem adjuk fel harc nélkül, mi vagyunk a Solaris, így jön már ugye a mondat a zenéből, and down here we all lift together, szóval mi itt lent együtt emelünk, konkrétan, vagyis emelkedünk fel, talán így tudnám lefortani, és I'll contact you soon, stay sharp, hamarosan felveszem veled a kapcsolatot, és légy figyelemmel. Szóval, Outwonders, I've done well recruiting new members, tehát itt már így, hogy is mondjam, jól tettétek, hogy új tagokat hoztatok be, és a ti effortot, ahhoz, amivel ti hozzátettetek ehhez, és az Intel Channel will deliver additional information. Szóval még az Intel Channel-on, ami itt van, ott még több információt fogunk kapni arról, hogy mi történik, azért, mert még több ember toboroztunk. Na szóval, ez van itt egyelőre, ugye? A feladat nem teljesen tiszta még, hogy mit kell csinálni, és hogy ki az a business, de nincs ugye még vége. Szóval a Cash Channel-be egyelőre ott van egy nagy semmi. Welcome to the Cash Channel, Outworlders. He will deliver the latest information on your cut of the bounty as we steal from the corpus. It'll take time to put the share together, so I'll let you know when you can pick it up. Szóval itt ebbe a Cash Channel-be konkrétan itt fogják nyomon követni azt, hogy milyen jutalmakat kapunk. Ezeket, miután ugye kiraboltuk a korpusz hajókat, ami egy kis időt fog igénybe venni, hogy összerakják, de majd értesítenek, hogy mi van. Intelbe. Welcome to the new Intel channel. As you continue recruit members, you trust with the new information. Okay.
Riposte is nasty business. The Solarid Nevis are not relative able to protect themselves for hostile and guess who supplies the upgrades. Nefanyo, the bloody taxman. We force them to work. Oké, itt nagyjából leír egy kis információt arról, hogy a Solarisnak, Solaris népének ilyen cybernetikus upgrade-ek kellenek ahhoz, hogy megvédjék magukat a Vallisnak. Tehát a Vallisnak akárhol is legyen ez a hely, az időjárásától, a klímájától, mert hogy az nagyon veszélyes, és hát találjuk ki azt, hogy ki szállítja ezeket az upgrade-eket, természetesen Neff anyó és ez a Taxman. Okay, we are forced to do the work and then we pay the taxman for the pleasure of hard labor. Szóval rá vannak kényszerítve ugye, hogy nehéz munkát csináljanak, és utána természetesen ez a taxman behajtja rajtuk a munkájuk gyümölcsét konkrétan. Because of these mandatory body mods, we all live in debt of corpus overload. És azért, mivel hogy szükségük van ezekre az upgrade-ekre, emiatt adósságban vannak a corpus, hogy is mondjam, vezetőknek. It's a vicious cycle we cannot escape through obedience. Szóval ez egy nagyon rossz körforgás, egy vad körforgás, ami alól igazából nem tudnak menekülni. In Fortuna we live in fear of reposition, és Fortunában, hogy is mondjam, félelemben élnek a hát, hogy fordítsam le, nem jut eszembe a magyar szó, szóval lefordítom, hogy félelemben érnek a terrortól, illetve attól, hogy visszavágnak a korpuszék, tehát, hogy ja, megtámadják őket, na mindegy. At any hour of the day, Neff can send one of his wild repo squads down here to take back what's theirs. És bármikor, Neff anyó bármikor leküldhet egy ilyen repo squadot, akik ugye bármikor visszavehetik ezeket az upgrade-eket a Solaris népétől. Limb by limb, piece by piece, the taxman will rip your cybernetics until there is nothing left of you. We must fight back outwards because we lost everything. Szóval darabról darabra, testrészre, darabról darabra ez a taxman visszaveszi, kitépi a cybernetikus testrészeket, amíg semmi nem marad belőled. És harcolnunk kell külvilági, mert ha vesztünk, akkor mindent elvesztünk, és itt van ez a kép erről a csávóról. Ez a csávó, ez, ha megnézitek a Fortuna trailert, amikor megbeugrik oda a Fortunára, akkor ott van ez a csávó, és hogyha fölmentek a Wikipédiára, akkor a korpusz írásnak megtaláljátok a hogy is mondjam, az angol megfelelőjét, tehát a betűk megfelelőjét, az arab ABC megfelelőjét, és ott le tudjátok fordítani, vagy de is lefordítom nektek, hogy mi van ezen a képen. Ugyanis, ugyebár magamú nem volt lusta ahhoz, hogy elmenjen és lefordítsa magának ezt a kis apró képet, szóval a képen konkrétan fölül az áll, hogy név HR67, szóval a kis csávónak a neve az, hogy név HR67, és a race, vagyis a fajtája, ugye Solaris, Location, Fortuna, a hely, ahol van, és Orb Vallis, Venus, tehát az Orb Vallis, Venuson egy hely. Munkahelye, vagyis a job feladata, laborer, tehát munkás konkrétan azt jelenti, adóssága magas, büntetése, organ reposition, az az, hogy a szerveit visszaveszik, elveszik, tehát az a büntetése, és a rekord róla, tehát az utolsó szó, tehát hogy is mondjam, rekord, tehát feljegyzések erről az illetőről az, hogy történelme van az erőszakkal, tehát erőszakra hajlamos, fekete piacon vannak kapcsolatai, és suspected decedent, vagyis gyanúsított, valamilyen gyanúsított, de nem tudom, mit jelent a decedent, valaki fordítsa le, és
Státus a partial repository, szóval konkrétan a státuszá alatt az áll, hogy már meg van csonkítva, ami elég vicces. Szóval azt kell, hogy mondjam, összesítve, elég kemény történelmük van a Venus népének, Solaris Unitednek, és nem semmi, hogy konkrétan megfosztják őket a testrészétől, mert úgy kellenek nekik az upgrade-ek, de bármikor visszavehetik tőlük őket, ugyanakkor be akarják rajtuk hajtani ugye a adósságukat, és stb. Egy ilyen körforgás. Úgyhogy egyelőre így nézünk ki, srácok, lesz egy ilyen kis event, elég nagy eventnek tűnik, hogyha erre egy egész Discord szervet csináltak konkrétan, és itt van alul egy ilyen open communication, de hát ez egy hatalmas spamelde, hogy őszinte legyek. Szóval, de itt van mindenki, tehát konkrétan mindenki, aki számít, kb. Az összes partner, kurva sokan vagyunk már, úgyhogy, ja, hát srácok, ennyi lett volna egyelőre, ahogyha jön be több info, akkor igyekszek leközölni videókat, lehet, hogy ilyen csoportosan közlöm le, nem úgy részletekben, hogyha jön minden kis info, csoportokban én le fogom közölni, hogy mint, és hát, ja, meglátjuk, hogy fog ez alakulni, kíváncsian várom, hogy mit kell tenni, és főleg nagyon kíváncsian várom, hogy mik lesznek azok a jutalmak, amiket kapunk, tehát remélem, hogy valami nagyon-nagyon jó lesz, hát, vagy legalábbis nem átlagos, nem a Warframe világában lévő átlagos valami, tehát kapunk valami, tényleg valami különlegesebb ilyen customization itemeket, szóval, ja, kíváncsian várom, remélem ti is, köszönöm a figyelmet, szevasztok!